Tehát célszerű ezt nem nyilvánossá tenni. A beregszászi magyar főkonzulátuson intették óvatosságra azokat a kárpátaljai magyarokat, akik letették az állampolgársági esküjüket. A történtekről készült egy rejtett kamerás felvétel, amely azóta az ukrán és a magyar sajtót is bejárta. Béketeremtő. Így hívják az ukrán nacionalista portált, amelyen kettős állampolgárok személyes adatai jelentek meg. A neveket és címeket a Tisztító Tűz nevű adatbázisba töltötték fel. Az érintettek, akiket hazaárulóként bélyegeztek meg, önkormányzati vezetők vagy képviselők. Jól tudtuk eddig is, hogy mi zajlik a magyar konzulátuson, de most bizonyítékunk is van rá. Ezt még azután mondta az ukrán külügyminiszter, hogy kiszivárgott az eskütételről készült videó. Azóta egy rádióinterjúban újra megszólalt, és a beregszászi magyar konzul kiutasítását is kilátásba helyezte, ha Magyarország magától nem hívná vissza a diplomatát. Azt is mondta, hogy az ügyről a hét elején New Yorkban tárgyal Szijjártó Péterrel. Egy hasonló diplomáciai rangú személykiutasítása Magyarországról. Ez lehet a válaszlépés Ukrajnának, erről a reptéren beszélt Szijjártó Péter azelőtt, hogy elindult az amerikai találkozóra. A miniszter szerint az ország külképviseletein csak olyan tevékenység történik, ami összeegyeztethető a nemzetközi és a magyar joggal is. Úgy véli, hogy az ukrán reakció a kint zajló kampány része. Cifratörténet. Én nem tudom, hogy ez olyan nagyon cifra története. Én azt képzelem, hogy ez nagyjából egy ilyen létező adok-kapok, ami a cifra történet, mármint hogy ha ők úgy reagálnak egy titkos felvétel alapján, amit ott valaki készített, az nagyon szép dolog, hogy titkos felvétel a magyar állampolgársági esküről, és ezt kiszolgáltatják, azokat ott atrocitások érhetik. De közben egyébként ez az ukrán törvényekkel nem ellentétes, és tényleg van választási kampány, akkor ebben az esetben... De ellentétes. Nem ellentétes. Én végigolvastam idefele... Te nem vagy tisztában. De végigolvastam, van egy Tóth Mihály nevű ukrajnai, nem tudom, hogy alkotmánybírója, vagy nem tudom micsoda, de egy jogtudós, aki végigbontja, hogy az ukrán alkotmánynak melyik pontjával, miért nem ellentétes. De lehet, hogy ez egy speciális jogértelmezés, mert hogy a kettős állampolgárságot mennyire ismerik el, és mennyire igen, nem ismerik el. Szerintem ez egy kulcsmotívum, amit itt a Kati mond. És szerintem, szóval, hogy ilyen, amikor mi nevelkedtünk, és ez rátok nem vonatkozik, nem volt. A szocializmusban volt ugye valaki, aki megmondta a tutit, és azzal ilyen mértékben nem lehetett vitatkozni. Azt nem mondom, hogy fake news, de valójában most azzal nézzünk szembe, hogy van egy jogtudós, aki valamit mond. Egy ukrán jogtudós. Egy ukrán jogtudós. Magyar nemzetiségű, magyar egy magyar nemzetiségű, de most nagyjából most már nem tudom, mit, hogy az jelentene valamit, és elbizonytalanodunk. Jó. Annak függvényében, hogy ki mit olvas. Azért az, hogy az információnak ez a tárháza a rendelkezésünkre elbizonytalanít bennünket olyanban, amiről korábban azt gondoltuk, hogy ez bal, ez jobb. Igen, János, azért, hogyha egy picit visszanézünk az időbe, látjuk, hogy Ukrajnában, Kárpátalján él, most mondok egy számot, lehet, hogy... 200 000. Mondjuk 200 ezer. És? Na, és rajtuk veri el, idézi ebbe az ukrán kormány, minden búját, baját. Ő, ugye akkor róluk szól a történet, amikor be akarják sorozni őket a krimi háborúba, ő leöntik a Turul emlékművet, a Vereckei szorost, tehát látszik ebből az, hogy egy ilyen bűnbak képző iskola nebulója ott a magyar kisebbség. És minden, szerintem minden ebből... arról beszélünk, hogy van-e kettős állampolgárság, vagy sem? Igen, na, csak azért mentem vissza ebbe a történetbe, hogy lássuk azt, hogy mi az adott helyzet. És hogyha emellett van egy törvény, ami értelmezhető így is, úgy is, akkor biztos, hogy a rossz értelmezést, a számukra rossz értelmezést választják. Mert amit a Kati mondotta, szerint lehet. Biztos a ukrán külügyminiszter másképp gondolja. Hát alig van, nem? Mint hát, a reakcióból arra lehet. Jó, de most le kéne cserélni minket az ukrán külügyminiszterre. Nem, és én meg azt szeretném mondani, hogy végigolvastam ezt az egészet, anélkül, hogy értenék hozzá. Az, hogy Magyarországon a Fidesznek a törekvései a szorvány magyarsággal kapcsolatban eléggé egyértelműek. Azok a támogatások a kettős állampolgárság mellett, amiket egyébként kulturális támogatásokat folyosítanak Magyarország részéről, azok az autonómia törekvések, amelyeket Magyarország részéről segítenek ébren tartani, egy finoman fogalmazzak, ezek mind olyan
olyan típusú törekvések, amelyet, hogyha a szomszédos országoknak a külügyminisztériumainak a fejével gondolkodunk, vagy megpróbálunk ottan értelmezést segíteni, az teljesen magától értetődően irritálják a szomszédos országokat. Mégis inkább azt tanácsoljam, hogy magyar fejjel gondolkozunk erről a kérdésről. Szerintem egyedül az a probléma, hogy a magyar külügy neki áll gyufát faragni egy baltával. Tehát ez a futszál diplomácia nem működik. Tehát amikor nem kéne erőszakosnak lenni, akkor rettentő erőszakosak, amikor egy kicsit be kéne keményíteni, akkor föltartják a két kezüket és hagyják a dolgokat folyni. Tehát nekem Ukrajnával kapcsolatban két ilyen ambivalens érzésem van, mert egyrészt nyilván jogosak a törekvéseik, hogy végre önállóak legyenek az orosz behatástól. Ugyanakkor, ahogy mondtátok, ott él 200-300 ezer magyar, és nekünk igenis kötelességünk, hogy azokra a magyarokra gondoljunk, és nekünk nem ukrán fejjel kell gondolkodnunk, nekünk magyar fejjel kell gondolkoznunk, és meg kell védenünk azokat. Az például azt mondja, hogy például a nyelvtörvény vonatkozásában rettentően rossz diplomáciát követünk, mert az összes olyan ország, aki nálunk bársonyosabb módon jelezte az ukránoknak az igényét, azoknak megoldották ilyen-olyan kiskapuval azt, hogy tudjanak a saját anyanyelvükön tanulni az ottani kisebbségek, úgy a románoknak, úgy a lengyeleknek, úgy a szlovákoknak. Érdekes módon a magyar kisebbségnek nem sikerült megoldani, pedig mi aztán betörtük az ajtót, mint Bizánc kapuját a Botond vezérünk volt az, ugye? Én ezt az egészet sokkal inkább a Katihoz csatlakozva, inkább politikai kérdésnek látom. Tehát, sőt, mind a két ország vonatkozásában belpolitikai kérdésnek, és ez a játszma ezzel a ki-kit utasít ki, meg nem utasít ki történet, mert ha visszaemlékeztek, az ilyen típusú kibe utasítgatások számtalanszor voltak mindig, már. Tehát ez egy bevett fogalom, diplomáciai eszköz, és belpolitikai célja van, mind Ukrajnában, mind Magyarországon. Egyébként talán emlékeztek, hogy volt a holland nagykövet, amikor adott egy interjút, és akkor szintén kiállt a Szijjártó Péter, és azt mondta, hogy azonnal kiutasítsa. Ugye annak is volt egy darabig zajlott, beszéltünk róla, és a magyar belpolitikai érdekeknek megfelelően, az akkori belpolitikai érdekeknek megfelelően mondta ezt el. De volt korábban is sok más ilyen példát. Emlékeztek, 2014-ben volt a budapesti ügyvivőnek a története, akit szintén... Good friend, így van. Aki szintén ugye ment ez a játék, és az akkori belpolitikai érdekeknek felelt meg, és ez most megint egy ilyen történet. Két nagyon fontos témánk van, úgyhogy ha csak nem akarjuk azt kutyafuttában elintézni, akkor szerintem most el kéne halkulni. Cserébe mindjárt én kezdem. Csak egy mondatot.